Zsír életmód percek itt a Life Networkön. Üdvözlöm Önöket! A következő másfél percben kiderül, mi Marja Judit legnagyobb ellensége. A népszerű fotós őszintén bevallja, utál tornázni, de ettől még rendszeresen edzi a testét. Sajnálatos módon ugye a fehér kenyér az, amit ki kell hagyni az étkezésből, és ami nekem a legnagyobb ellenségem, az a cukor. Tehát én mondjuk egy kiló cukrot talán egy év alatt, ha elhasználok a konyhámba, azt is csak esetleg mondjuk a töltött paprika, vagy valami egészen picit kell cukrozni, tehát én nem sütök sütikéket, nincsen olyan étel, ami édes. Tehát a cukor az az emberiség egy legnagyobb ellensége, és én is száműztem a konyhámból. Ami biztos, hogy nagyon egészséges, ha a chips helyett káposztát trágcsálsz a tévé előtt. Tehát egyébként mindennel tisztában vagyok, hogy mit kell csinálnom. Más kérdés, hogy hát szeretek bűnözni, de azért mondjuk betartok egy-két alapszabályt. Utálok tornázni, sportolni, minden gyűlölök, ám de mindig tornázom és sportok. Éppen kiszámoltam, hogy azt hiszem, hogy olyan 1985-ben nyílt az első bodybuilding szalon a Lövölde téren, és én azóta bodybuildingezem, ami persze egyáltalán nem látszik rajtam, de egyébként minden hét 3-4-szer valamit csinálok. Jógázom, bikram jogát, a meleg jogát, sima jogát, asztangát, akkor női torna, iron. Én időre megyek, tehát ha van egy időm, akkor bemegyek a terembe, megnézem, mi van kiírva, és teljesen mindegy, hogy mi van kiírva, arra bemegyek, mert hogy úgyis mindegy nekem. Már nem azért, mert hogy akkora nagy edzésben lennék, hanem azért, mert hogy már az elmúlt 25 évemet edzőtermekbe töltöttem el. Ami persze szintén mondhatjátok, hogy nem látszik, de tény. Hallották, Judit bár nem szeret sportolni, mégis rendszeresen teszi, mert tudja, hogy fontos a teste és az egészsége számára. Önök mit edzenek, melyik mozgásforma vált be a leginkább? Írják meg nekünk címünk infokukat, lifenetwork.hu, és persze ne felejtjék, ez Zsír, mini magazinok folyamatosan itt a Life Networkön. Találkozunk még. Viszlát!